A legutóbbihoz képest Dorogon 7 helyen változtatott a kisvárdai kezdőcsapaton Kondás Elemér. A feljutásért harcoló együttes látogatott a kiesés ellen küzdőhöz, és a hazaiak egy 11-est követően Fürjes révén már a 6. percben vezetéshez jutottak. A Várda ebben a szezonban már többször bizonyította, hogy hátrányból is képes fordítani, ezúttal azonban sehogyan sem akart összejönni az egyenlítő találat. Kisebb lehetőségek ugyan adódtak a vendégek előtt, de az átütő erő és a frissesség ezúttal hiányzott a Kisvárdából, így a korai gól a hazaiak győzelmét eredményezte egy nem túl színvonalas mérkőzésen. Igazából rosszul kezdtük a meccset, mert az 5. percben már egy büntetőt kapott a Dorog, amit értékesítettek is, úgyhogy innen már nehéz volt ilyen pofon után egyből felállni és helyzeteket kialakítani, illetve gólokat rúgni. Nyilván okosan kell fociznunk, és nem a meccs mindjárt első momentumaiból gólokat kapni. Nem vettünk le embert, nem nyertünk magunknak területet, nem voltak jó beadások, illetve a pontrúgások sem úgy alakultak, ahogy kellett volna, amiből esetlegesen, hogyha nincs is jó játék, de pontrúgásból esetleg tudtunk volna a gólt vagy gólokat szerezni. A forduló további eredményei a következők: Szolnok Békés Csaba 1-4, Buda Őrs Csákvár 2-1, Soroksár Zalaegerszeg 2-0, Kazinc Barcika Győr 2-4, Grosics Akadémia Mosonmagyaróvár 0-0, Gyirmót Vác 0-0, Budafok Cegléd 2-1 és MTK Budapest Sopron 4-1. A tabella élén a 78 pontos MTK áll, megelőzve a 65 pontos Kisvárdát és az 58 pontos Békés Csabát. A Kisvárda vasárnap 17 órai kezdettel a Soroksárt fogadja. Nincs könnyű meccs, mert minden csapat már szívja magát, főleg tavasszal. Ősszel talán kicsit könnyedebben jönnek ki és játszanak, de ilyenkor, amikor már kezdjük meghúzgálni a vonalakat, így már sokkal szervezettebbek a csapatok. Hát nyilván fárasztó is ez a szerda-vasárnap ritmus, de jól is követ belőle az ember, illetve rosszul is. De reméljük, hogy most már a vasárnap azért sikerül győznünk. A 31. forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Kazincz Barcika, Cegléd Budaörs, Békés Csaba Budafok, Vác Szolnok, Mosonmagyaróvár MTK, Győr Grosics Akadémia, Siófok Dorog, Csákvár Nyíregyháza Spartakusz és Sopron Gyirmót.